Fehér könyv címmel foglalta össze a Magyar Szakszervezeti Szövetség egy kiskötetben mindazokat a gondolatokat, melyekről társadalmi párbeszédet vár el a következő kormánytól. A könyv tartalmát Kordás László, a szövetség elnöke ismertette Salgó Tarjánban, azon a rendezvényen, melyre meghívást kaptak a bányász, a volán, a vasas, a pedagógus és a kereskedelmi dolgozók szakszervezeteinek helyi képviselői. Kordás László elmondta, hogy a szakszervezetek célja, hogy a gazdaság bővülésével növekvő haszonból igazságosan részesüljön az a dolgozó is, akinek munkája nélkül nincs profit. Beszélni kell a kollektív alkuk lehetőségéről, a kiszolgáltatottságról, a dolgozói szegénységről, a nyugdíjrendszerről, az egészségügyről. Kijelentette, hogy a szociális párbeszéd szinte teljesen megszűnt ma Magyarországon, ebben pedig a politikai kultúrának is nagy szerepe van. Egy döntésünk van a választásokkal kapcsolatosan, mint a szövetségi tanács hozott, hogy gyakorlatilag választási együttműködést egyetlen egy politikai párttal sem kívánunk kötni. Tehát ilyen értelemben senki mellett nem kampányolunk, senki mellett nem tesszük le a voksot. Ugyanakkor a problémáinkat, tehát ami a Magyar Szakszervezeti Szövetség tagjainak a problémáit jelenti, azokat azért megfogalmazzuk, és azok mellett megpróbálunk korteskedni is. A tanácskozásra meghívást kapott Salgó Tarján polgármestere. Fekete Zsolt véleménye szerint minden politikai tömörülésnek fontos volna figyelembe venni a szakszervezetek véleményét, de tapasztalatai szerint a szakszervezeteknek is új utakat kell keresni az érdekérvényesítésben. Én azt gondolom, hogy az igazi civil szervezetek között a szakszervezetnek van a legfontosabb feladata, és én nagyon sajnálom, hogy a szakszervezetek sok tekintetben, bocsánat, hogy ezt kell önnek mondanom, gyengék. Fekete Zsolt ezt követően maga is sorra vett néhány programpontot a könyvből, melyekhez gondolatokat fűzött a helyi sajátosságokról. És Salgó Tarjánban már most mi mindig a legnagyobb a munkanélküliségi ráta az országos szinten, na de ugyanilyen magas a munkaerő hiány is. Salgó Tarján komoly gondja a szakképzett munkaerő elvándorlás, ami nagyban akadályozza a munkaadók dolgát is. Ráadásul komoly problémát jelent a helyi bérek szintje, ami növeli az ingázók számát. A feszültségek feloldásában sokat tehetnek a szakszervezetek. Hogy ugyanazt a munkát képes lenne valaki elvégezni a Salgó Tarján ipari parkjába, ugyanazt a robotot, nem sokat kell csinálni, ennyit. De nem így csinálja. Mert elmegy szegény, utazik egy órát 60-ba, meg egy órát vissza, ezt csinálja, nem majdnem másfélszer annyi, mint hogyha nálunk csinálna. A polgármester végül támogatásáról biztosította a szervezeteket, akiknek sok sikert kívánt a további munkához.